Idén már 6. alkalommal gyűltek össze a helyi kiskertesek a Városháza dísztermében, a legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertjei helyi programjának záró eseményén december 3-án. A megjelent vendégeket elsőként Szólá Tibor polgármester úr köszöntötte, aki méltatta a program jelentőségét, azt a folyamatot, amely során az idősebb nemzedék át tudja adni tapasztalatait, a földszeretetét a fiataloknak. Van egy folyamat a városban, amit szeretnénk egyrészt kiemelni, ami pedig arról szól, hogy valahol egy picit visszaadni annak a becsületét, hogy valamikor egy mezővárosban a kertészkedésnek, a kertgondozásnak nagyon komoly hagyományai voltak, és nagyon boldog vagyok, és nagyon örülök, hogy ilyen kis csöpségek is itt vannak. Ez azt jelenti, hogy akkor kellő időben találkoznak ezzel a lehetőséggel. Mert ugye egyébként ez volt a legnagyobb probléma, hiszen ha valaki emlékszik rá, vagy 15 éve annak, amikor a hagyományos általános iskolák feladták a gyakorló kerti képzést, vagyis már úgy nőnek föl a gyerekek a városban, hogy ma már nem találkoznak azzal a logikával, ami még pár évtizede teljesen természetes volt, hogy mire felnőttek a gyerekek. Nagyjából egy konyhakerthez, egy virágos kerthez kapcsolódó terdőkkel mindenki tisztában volt. És én örülök annak, hogy önök erről feledkeztek meg, és nagyon szépen viszik ezeket a folyamatokat. A programot kezdetektől Reszegi Nikálai Anikó szervezi, aki szívét, lelkét adja ebbe a folyamatba, és épít igen jó személyes kapcsolatokat, szinte egyre bővülő nagy családdá kovácsolva a kiskertművelőket. Kicsik és nagyobb fiatalok és idősek egyaránt részt vettek ebben a versenyben, azt viszont érdemes megemlíteni és kell is, hogy évről évre ugye mindig újabb régi versenyzőink csatlakoznak ehhez a programhoz, és most elmondhatom, hogy most van az az év, amikor minden kategóriából vannak jelentkezőink. Első évünk az, amikor a minikert kategóriában is megjelent az első kert nevezőnk, ahol szintén csodálatos dolgokat látunk, köszönjük szépen nekik is. Szomszédainak, barátainak továbbra is ugyanez sugallják, mint ahogy nekünk elmondták a szemle során. Tehát örömmel tölt el, hogy az óvodán apróságai évről évre csatlakoznak a programhoz. Szemlém során megtapasztaltam, hogy a pedagógusok iránymutatásával gyermekeink mennyi fontos dolgot tanulnak, tesznek meg annak érdekében, hogy környezetbarát szemléletűvé váljanak. Tapasztaltuk, közösen vetették át magukat, aztán közösen nevelték szépen a palántákat, palántáztak, a gondozók óvónők segítségével előkészítettétek ugye a kiskerteket, ápoltátok a növényeket, ennek is részesei lehettünk, növényvédelmet alkalmaztatok, majd közösen fogyasztottátok el a közösségi kertétekben megtermelt, magas betartalmi értékű zöldséggyümölcsöket. Az országos megmérettetésben igen érdemleges helyezéseket és helyeket értünk el. Ez az út, ez nem mondom, hogy rövid volt, hiszen de már egy jól olajozott úton haladunk tovább. Helyi szintű megmérettetésünkre azt kell mondjam, hogy egyre több versenyzőnk van, és ma már elértük azt, hogy minden kert kategóriában voltak jelentkezőink is, és hogy honnan indultunk el, gyakorlatilag a magvetéstől a termésbetakarításig. Hajdunánás a magvetéstől a betakarításig évről évre olyan szép eredményeket ért el így idén is, hogy ezúttal városunk adott otthon az országos díjra jelöltek ünnepségének. Az ökológiai mintagazdaságunk is gyakorlatilag a harmadik éve csatlakozott ehhez a programhoz, és már két alkalommal nyert országos díjat. Országos díjra jelöltük, és sikert is értünk el, ezért megerősítő díjban részesítették, és Budapesten az OMÉK rendezvényen vehették át a jutalmukat, munkájuk elismeréséül, illetve mivel az ökológiai mintagazdaságunk ugye már második alkalommal nevezett, és mióta csatlakoztunk a programhoz, büszkeségünk, azért ezt el kell mondjam, hogy minden évben voltak országos díjra jelöltjeink, és minden évben hoztunk el országos díjakat is. És mindezek megerősítéseképpen ebben az évben az országos díjra jelöltek díjátadó ünnepségét a szervezőbizottság Hajdunánásra helyezte. Szeretném megköszönni a kertészetben dolgozó munkatársaimnak a munkáját, nélkülük ez nem jöhetett volna létre. Több területen is ugye dolgozunk, gyümölcstermesztés, gyógynövény, fűszernövények, illetve zöldségnövény termesztés. Elsődlegesen a Hajdunánási KHT-nak termelünk a gyermekeknek, illetve a hajdunánási piacon értékesítjük a termékeinket. A díjazott mintagazdaság mellett másik két hajdunánási jelölt is volt országos díjra jelölve. Nagyon pici választotta el őket az első helyezéstől, és ezért is gondolta, hogy a szervezőbizottság, hogy mindenképpen méltányolni kell, elismerésben kell részesíteni munkájukat.
Nálunk zártkert 3-as kategóriában Zsíros Imre, és normálkert kategóriában pedig Molnár Antal országos díjra jelöltjeink voltak, és ők ezen az említett napon vehették át a díjakat. A versenyben sokféle szempontnak kell megfelelni, különösen figyelni kell a vegyszermentességre, az ősi praktikákat alkalmazó védekezésre. Azokhoz a kiskertesekhez, akikhez mi kilátogatunk, kimegyünk, kertet szemlézünk, ők már azért szakembernek tekinthetőek, akár kezdő, akár nem. Ugyanis ők már beszéltek arról, hogy mennyi vegyszert használtak, mennyi vegyszert nem használtak. Mindezeket mi ezt úgy tudjuk kontrollálni, hogy a verseny tükrében bekérjük a permetezési naplókat, hisz anélkül már a versenyre nem is nevezhetnek be. Viszont büszkék lehetünk arra, hogy egyre több versenyző már a biológiai vegyszereket, a vegyszereket felváltja ilyen biológiai praktikákkal, ezért is beszéltünk az országos díjátadón is a praktikákról, és most is említést tettünk erről, hiszen az idősebb korosztálytól nagyon-nagyon sok mindent tanultunk, akár még mi is, hogy hogyan tudjuk ezeket a kártevőket, úgymond kórokozóktól mentesíteni növényeinket. 2014-es év óta minket a Biokontroll Hungária Kft. Ellenőriz, így minden egyes követelménynek megfelelünk. Vegyszereket ugyan használunk, de azokat a vegyszereket lehet csak használni, amiket a Biokontroll engedélyez. A helyi zsűri oszlopos tagja évek óta dr. Balogh Andrea tiszti főorvos asszony is, aki szakmájából eredően a kertművelés egy másik előnyére hívta fel a figyelmet. Én nagyon örülök, hogy tényleg a kicsitől kezdve, tehát az óvodától kezdve a bentlakásos idősek otthonáig eljutunk, és be is neveznek a szép kertekkel, hogy amikor végigmegyünk egy kerteken, úgy azért látszik, hogy nem lehet eldönteni, hogy most a kert van a tulajdonosért, vagy a tulajdonos a kertért. Tehát sok helyen azt tapasztalhattuk, hogy magának ennek az elfoglaltságnak is terápiás vagy jótékony hatása van. A folytatásban, mint eddig mindig, most is egy rövid összefoglalót tekinthettek meg a vendégek a nyári kertszemlékről, majd következett a díjátadó. Normál kert kategóriában első helyezést ért el Molnár Antal. Második lett Szabó Sándorné. És harmadik helyezést ért el Fekete Antalné. Mini kert kategóriában díjazott lett Olá Sándor és Olá Sándorné. Zárt kert kategóriában nyert Zsíros Imre. A közösségi kert kategóriát, mint már fentebb kiderült, Hajdúnánásváros önkormányzatának ökológiai mintagazdasága nyerte. Második helyen végzett a Hajdúnánási óvoda Eszter Lánc tagintézménye. És ezúttal a harmadik helyen végzett a Református Idősek Otthonának csapata. Ez a program, verseny, mint koordinátorasszony mondja, többről szól, mint a föld megművelése. Ez egy szemléletformáló program. Büszke lehet arra városunk, hogy a közösségi kert kategóriában, és ki is mondom, hogy a Hajdúnánási Óvoda Eszter Lánc tagintézménye évek óta csatlakozik a programhoz, megpróbálják tudatosítani gyermekeikben mindezt a szemléletet, és próbálják átadni ezt a tudást, mindezt a barátainak, ismerőseinek, és megpróbálják bevonni újabb közösségi kerteket ebbe a programba.